irányzat úgy jelenik meg, hogy az nem illik bele a hivatalos képzőművészetbe.
alapjában véve, amit előadtunk, én és Ponya Réka, ez egy klasszikus performance volt. Performance-nak nagyon sokféle válfaja van, ága, boga, tulajdonképpen a tájban előadott akciótól egészen a színpadi showig, a hangköltészeten át, a néma és a verbális előadásig minden belefér. A lényeg az, hogy a képzőművészet mesdjéjén vannak ezek az előadások, és mindenképpen oda sorolhatok be, nem pedig a színházhoz. Olyan módon, hogy cél nem volt kitűzve. Tehát talán úgy fogalmazhatnék, hogy mi a célja annak, hogyha valaki megfest egy képet. Hogy legyen. Tehát igazából költői képekből állt, metaforákból állt, több értelmű, több rétegű olvasata lehet ennek az előadásnak. Tulajdonképpen rábíztuk a közönségre, hogy mit olvas ki belőle. Egy kicsit még a hely szellemére is lehet utalásokat találni. Ugye egy deszakralizált. I see stereotypes that are being fed and deep ingrained into another man's head. Brainwashed by the media, so I must be a drug dealer. Igazából nagyon örülök neki, hogy ez így megvalósult, mert itt van ez a szép nagy épület, meg ez a szép nagy ház, és ez abszolút nem volt kihasználva, tényleg évtizedek óta üresen áll, és tényleg kicsit butaságnak tűnik, hogy egy ekkora terem kihasználatlanul kallódik a városban. És a fiúk megkérdezték, szerencsére jó ember volt a jó helyen, aki tudott ebbe segíteni, és most íme itt a kiállítás. Budapest központú az ország, ennek több oka is van. Hát aki meg akar bolondulni Budapesten, és szeretné felvenni a napi 13 óra munka és intenzív életnek a lüktetését, akkor az mehet Budapestre. Az a lényeg, hogy vidéken is itt maradjanak az emberek, hogy nem csak azért, mert itt nyugodtabb az élet, hanem azért is, mert hogy a kultúra miatt sem kell felutazni Budapestre. Tehát igazából az igaz, hogy kulturálisan Budapest az tényleg a főváros, illetve sok minden szempontból Budapest egy főváros, de annyit nem ér a főváros, hogy az ember amiatt felköltözön, hogy ilyenekkel találkozzon, és most már hála Istennek itt is lehet ilyeneket látni. Nem csak Egerben a legjobb graffitiseket láthatjuk itt, hanem akár Kelet-Magyarországon is egy nagyon jelentős csapat találunk szembe, akik tényleg túlnőttek a falfirkáláson, amely az utcán mondjuk az átlagember számára a graffitit jelenti, és tényleg egy egyszerű festéksprével, amely igazából a legtöbb ember egy biciklivázat tud lefesteni, azzal ezeket a csodálatos képeket hozzák létre, amely nem kis munka és nem kis türelem kell hozzá. Az ember azt gondolja, hogy a graffitisek azok ilyen elvetemült 16 éves csavargó gyerekek. Ebből a csapatból, akik itt vannak, két ember tanár, egy reklámgrafikus, egy rajzszakos egyetemista, egy grafikus fiú, aki számítógépes grafikákkal foglalkozik, egy fiú, aki Budapesten konkrétan tulajdonképpen már csak ebből él. Tehát itt nem nihilista emberekről van szó, akiknek semmilyen céljuk vagy gondolatuk nincs az életről vagy az életben, hanem nagyon komoly alkotótáborról. Tehát kifejezetten szeretném cáfolni azt, hogy a graffitisek, ők bolondok, nem deviáns fiatalokról van szó. Természetesen abban az is beletartozik, hogy nem mi vagyunk azok, akik az utcán a névjegyünket hagyjuk a műemlékházatnak a falán, tehát ezt persze alá kell húzni. Itt 8 ember áll itt ki. 8 külön személyiség,
És megdöbbentő az, hogy a legfiatalabb is tudott olyat mutatni, hogy én azt mondtam, hogy na ez igen, és nem tudok erre válaszolni, szerintem pozitív egy tárlat. 30 és 20 között az gyerekek kitehetik a képeiket falra megmutatni, hogy igenis nem az a művészet, nem csak az a művészet, amit a művészet történelem könyvek annak mondanak, hanem esetleg az is, ami az utcán születik. Je m'appelle Claude, je m'appelle Claude. C'est qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle. Vive ou vive dans mes airs sensoriels. Pourtant classé non macho, je n'étais pas collabo. Des mythes d'infériorité dont te taxe Rousseau. Mes miss me nomment Lilliput comme chez Swift. Du fait de mon mètre 78. Oh belle, elle est bonne, elle a du bol la demoiselle. Elle se trouvait des défauts, je trouvais qu'elle était belle. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, est d'or. Alors je me tais.